Így néz ki jelenleg a Sajó folyó. Egy 2008-ban bezárt szlovák bányából ömlik bele a szennyezés. A víz vörös színét a belekerült vasoxid adja. A vasnál azonban jóval nagyobb problémát jelent az, hogy egyúttal arzén és nehézfémek is kerülnek a folyóba, amelyek ismerten rákkeltő és mérgező anyagok. Érkezik naponta 38 tonna szulfát, 4,2 tonna vas, 1,7 tonna cink, 1,5 tonna mangán, 5 kg arzén, minden áldott nap. Ez pedig az eredmény, az élővilág tömeges pusztulása. A helyiek a Sajó miatt először február végén, az orosz-ukrán háború kezdetén kongatták meg a vészharangot. Akkor még a probléma nem kapott túl sok figyelmet. Igaz, később sem. Magyarországon akkor aztán a választások miatt nem volt ez tovább oldva. Szlovákiában még hát egyáltalán nem volt tovább oldva. Tehát teljes gondatlanság, teljes felelőtlenség az állami oktatás részéről. A civilek ezt nem hagyták annyiban. Három európai bizottsági beadvány született, petíciót indítottak a Sajóért. Orosz őrs pedig tiltakozásként még 1000 liter szennyezett folyóvizet is kilocsolt a szlovák környezetvédelmi minisztérium előtt. Az a dühítő válasz fogadott a security részéről, a biztonsági szolgálat részéről, hogy hát ezt a gazdasági minisztériumhoz kellett volna vinnünk, nekik el semmi közük, ugyanis húzódik a háttérbe egy ilyen kompetencia vita, sőt bement bányát, azt a gazdasági minisztérium felügyeli. Ez egy használaton kívüli bánya, és tehát ilyetén megpróbálja a környezetvédelmi miniszter rátolni a sarat a gazdasági miniszterre. Közben annyit változott a helyzet, hogy a szlovák hatóságok megkezdték a felszíni vizek elterelését, hogy a folyóvíz ne juthasson be a bányába, megakadályozva a további szennyezést. A magyar vízügy azt mondja, a Sajó magyar szakaszán egyelőre semmit nem érezni a szennyezésből. Vízügyesek is a közösségi médiumokból értesültünk a szlovákiai szennyeződésről. Gyakorlatilag azóta folyamatos a figyelőszolgálat. Május végéig semmilyen határérték feletti értéket nem mértek, nem mutattak ki a laboratóriumok, nyilvánvalóan nehézfémekről beszélek. Megütött a fülemet, hogy a közösségi médiából értesült a magyar vízügy erről. Ez nem furcsa? Igen, elvileg nem így kellett volna történnie, nyilvánvalóan utána is és azóta is folyamatosan kértünk információt, egyeztettünk, és most már le is ülünk, és most már kapunk is információkat a Szlovák-Magyar Határvízi Bizottságon keresztül. Ez az elején egy kicsit nehezebben indult. A mérési eredmények a kritikus értéket nem érik el, mert a folyó Magyarországra érve a sokszorosára hígul, a szennyezés java része pedig a szlovák oldalon lerakódik a mederben. Ezt a lerakódott réteget persze egy árhullám könnyen magyar területre sodorhatja. A határértékek emberi szervezetre vonatkoznak, az élővilág pusztulása nehezen felmérhető. Azt mérje valaki, hogy a folyóban élő halak testében, hogy más nem mondjak, mennyire, milyen mértékben bioakkumulálódik az a sok nehézfém? Hát ezt nyilvánvalóan a Horgászszövetségtől kéne megkérdezni. Megtettük, de választ a Magyar Horgászszövetségtől idáig nem kaptunk. A magyar szabályozási környezetben nem az az egyedüli furcsaság, hogy egy ilyen környezetszennyezési ügy felelősségi területei ennyire megoszlanak. A legújabb Orbán kormányban a végletesen legyengített környezetvédelmi államtitkárság, ami már régóta nem önálló minisztérium, egyenesen a Palkovics László vezette ipari tárca felügyelete alá került. Tehát nálunk ugyanoda tartoznak a potenciális szennyezők és azok, akik a környezetet kellene, hogy védjék.